Istenünk szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A szentmise áldozatot Julianna gyógyulásáért ajánljuk föl. Kedves testvéreim, a mai tanításunk a kereszt körül forog, mint ahogy tegnap fájdalmas szűzanya ünnepe volt, pénteken Szent Kereszt felmagasztalása, és holnap pedig Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának ünnepe. A kereszt körül, és lehet, hogy olyasmiket fogunk hallani, amit már ismerünk, nekünk szükségünk van a frissítésre minnyájunknak, hát ha mégis valami újdonságot is azért felfedezhetünk a frissítések közepette. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Szent titkait. Te vagy a Krisztus. Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. A vének a főpapok és az írástudók el kell, hogy vessék, meg kell, hogy öljék, de harmadnapra fel kell támadnia. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félremondta, és szemrehányást tett neki, és kezdte lebeszélni őt. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korgolta Péter. Távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon. Majd összehívta a népet és tanítványait, és így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Ez az evangélium igéi. Evangélium tanítása legyen idén bocsánat. Kedves testvéreim, a mi Urunk Jézus ma is kérdezi az egyházon keresztül, és személyesen a lelkiismereteken keresztül is nagyon sokszor, hogy kinek tartják az emberek. Egyáltalán foglalkoznak-e ezzel a személlyel a mai világban, hogy Jézus Krisztus? És ha igen, akkor egy legendának tartják, egyáltalán történelmi személynek tartják-e? És mit hisznek róla? Mert sokan mondják, hogy hisznek Jézus Krisztusban. Azt is hozzáteszik, hogy hisznek abban, hogy ő Isten. A tetteik pedig nem ezt mutatják. Mit használ az, ha valaki azt állítja, hogy van hite, de tettei nincsenek?
üdvözíti-e őt a hitet. A hit tetteknél hallgat. És itt Szent Apa nem a hitet és a tettet állítja egymással szemben, hanem az élő hitet, amely tettekben mutatkozik meg, és a holt hitet, amelynek nincsenek tettei. Tehát hiszi, hogy Jézus Isten fia, de számára probléma, hogy megjelenjék az Isten terület asztalánál, ahol Isten fia várja őt, hogy felajánlja érte is a szeretet áldozat, és önmagát adja el. Neki ez probléma. Hiszi, hogy Jézus Isten fia, de probléma neki az, hogy megtartsa mindazokat a tanításokat, amit Jézus Isten fia tanult. Hogy bűnként, szeretetlenségként, Isten fia ellenségeként tartsa önmagát, akkor, amikor hazudik, amikor parázna, amikor lop, csal és házasságtörő, és egyéb más csinál. Akkor ő úgy gondolja, hogy ez belefér abba, hogy ő hiszi, hogy Jézus Isten fia. Nem hiszi. A tettei nem ezt mutatja. Halott a hite, nem létezik, és nem fog üdvözlődni. Nem véletlenül az egyházon keresztül sűrít a kérdés, hogy kinek tartják Jézus Krisztust. És nekünk templomba járóknak, szintén mint a szent apostoloknak, neki szögezi a kérdést Jézus, hát ti kinek tartatok engem? Mert Simon Péter kétszer bukott meg a mai evangéliumban. Először, amikor úgy tűnik, hogy kitűnőre vizsgázik, mert azt mondja, hogy te vagy a Krisztus. De mit gondolt ő, hogy ki a Krisztus? Azt gondolta, hogy a Krisztus szó szerint azt jelenti, hogy az Úr fölkentje, hogy fölkenni őt arra, hogy Izrael népének királya legyen. Hogy a Földön legyen egy igazságos ország. Egy olyan ország, amely maga alá kényszeríti hatalmával az összes többi népet, és mindenki fölismeri a Teremtő Istent. Jézus pedig egy ember, aki ennek a szolgálja. Azt gondolta, hogy mindez úgy fog megtörténni, hogy Jézus elkezd tanítani, és mindenki hinni fog benne, hogy ő az Atya által küldött proféta, az Úr fölkentje, de nem, hogy maga az Isten. Ez az egyik oldal. És ahogy kiderül az, hogy mennyire nem értette, hogy mit mond, hogy Jézus, te vagy a Krisztus, amikor Jézus kezdte tanítani, hogy mit jelent Krisztusnak lenni, akkor ő le akarja beszélni a Jézus a tanítását, hogy mit jelent Krisztusnak lenni, nem csak a szavával tette közzé, hogy az ember fiának, ahogy ezt magának nevezte, hogy sokat kell szenvednie. Mindenhol ott van ez a kell. El kell, hogy vessék, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell, hogy támadja. Az Atya terve a Krisztus. Az emberek üdvözítése célja. És jön Simon Péter, és Jézusnak az útjába áll. Nem csak testileg, úgy is történt, hanem hogy lebeszélni. Az imént énekelte a kórusban, örvendeztem, amikor azt mondták nekem, hogy az Úrházába fölmegyünk. Jézus örvendezett, hogy fölmehet Jeruzsálembe, készült arra, hogy elszenvedje a kínvalát, szeretet. Vigyázzunk, mert amikor arról beszélünk, hogy ki a Krisztus, akkor arról is beszélünk, hogy ki a Krisztusi, vagyis a Krisztus követő, vagyis keresztény, vagyis mi, kik kéne lenni. Örvendeztem, amikor azt mondták, hogy fölmegyünk az Úrházába, ahol ő áldozatot adott a saját testének és lelkének szeretetáért. Hogy ki a Krisztus. Péter pedig megbukott a vizsgán, mert nem értette, hogy mit jelent Krisztusnak lenni. Hogy Krisztusnak lenni azt jelenti, hogy szeretetből mindent odaad az Atya asztalára, abba a szeretetbe belekapaszkodva, amelyen az Atya a teremtett világ felé viszonyul, elsősorban az emberiség felé. Ebbe a szeretetbe ezt fölvállalja az emberiség felé, az Atyának ezt a szeretetét. Ez jelenti azt, hogy a földi küldetését teljesíti, és ennek markáns része a passió, a szóbeli tanítás is.
ő nem egyszerűen a szívébe vésett igét mondja, mint a proféták, amely oda bele van égetve, hanem ő maga az Isten kinyilatkoztatása. Több, mint az, hogy a szívébe van vésve a tanítása, a kinyilatkoztatás. Az a proféta volt, ő pedig az Isten, az ige, aki megtestesült, aki maga a kinyilatkoztatás minden művében, aki nem ott kezdte meg a passióját, hogy fölmegy Jeruzsálembe, hanem ott, hogy lejött az anya méhébe, Mária méhébe, ott kezdte meg. Embrió lett az Isten, aki által az Isten teremtett mindent, mint hogy egy Isten van, de hármasság, aki által az Atya mindent teremtett, aki maga is Isten, embrió lett. Magzat. Itt kezdődött a szeretet. Mennyire nem értette Simon Péter ott, hogy mit jelent a Krisztusnak lenni. Később megértett. Megkapta a sátán színet, mert mindaz, aki ellenkezik az emberek üdvösségének munkálásával, ez az ellenkező a sátán. Ki az én ellenfelem, aki akadályozza azt, hogy az emberek üdvösségét munkálja, mondja Jézus a mai evangéliumban. Aki Jézusnak az útjával, és akkor nézzük ezen a tükörben Európa mai népeit. Nézzük a politikusokat. Nézzük a gazdaság irányítóit. Mennyi antikrisztus van ebben a világban? Nem kell ehhez ördög. Simon Péter nem volt ördög, és megkapta a sátán színet. Most már tudjuk, hogy miért mondja Jézus, hogy kell. Mert ebben van a szeretet, hogy meg kell nyitni az örök életet. Lehetővé kell tenni, hogy az emberek eljussanak oda, amiből kiestek a sátán közreműködésével és a saját gonoszságuk, rosszra hajló természetük révén. És akkor jön, hogy Jézus folytatja. Most már tudod, Péter, hogy ki a Krisztus, azt tudod-e, hogy ki a Krisztusi? Mert Jézus tanítványán. A tanításszóból származik ez a szenvedő szerkezetben lévő tanítvány. Ez azt jelenti, hogy elszenvedte a tanítást. Jézus tanítvány lett, a mennyei atya tanítványa, aki a szenvedésből tanulta meg, hogy mi az engedelmesség az atyának. Végig az atya engedelmességében volt. És ezért illik rá, hogy az Úr az Isten, megadta nekem a tanítványok nyelvét, hogy támogatni tudjam a fáradtakat. Azok, akiket én hívok, hogy vegyék fel a keresztüket, azok nézzenek rám, hogy én előttük viszem tanítványként. Elszenvedtem előttük már a keresztet, és ma is fölveszem. Előttük megyek. Tanítványa vagyok az atyának. Elszenvedtem. A tanítványok nyelve pedig nem csak szó, hanem a tettek. Ugyanúgy, mint a hitnél, a szeretet tettek nélkül halott. A tanítványság tettek nélkül nem létezik. Jézus jó tanítványa lett a mennyei atyának. Ezért a tanítványok nyelve az ő példája, ahogy élt ebben a világban. És ez jelenti Krisztusinak lenni, kereszténynek. És ebből érthető ez a gyönyörű mondat, amely Szent Márk evangélista szerint az egész evangéliumának mondani valója. Jézus meghívása, hogy aki utánam akar jönni, és hová? A mennyek országába. A Földön egy olyan életre, amit az Atya kitalált, és amely valóban boldogult. Aki a szeretet csúcsára el akar jutni, aki megtanulja azt, hogy a szeretetet nem egy önzés, egoizmus, hanem ellenkezőleg kitárulás mindenkinek a rendelkezésére bocsátása az erőinek, hogy ők is eljussanak az örök életre. Tehát aki utána akar jönni, tagadja meg magát és vegye keresztét, és kövessen. Vesse magát alá az isteni akaratnak, az isteni hatalomnak az élet minden területén, az anyaságba, az apaságba,
a hűséges házassága, a szerelem idején az Isten úgy megfogalmaztam magamnak annak idején, amikor még házasságra készültem, és nem szervezettségre egy vakságra. Ahogy a napkönyvben meg van írva, csak egyszer szabad, és egyszer lehet. Úgy kell készülni, minden lépésnél ki kell élvezni, nem előrefutni, és azt művelni, ami majd csak utána lesz aktuális, hanem a mai helyzetnek megfelelően udvarlok, és majd a házasság után azokat, amik a házassághoz tartozik. Minden lépés gyönyörű, fiatal. De egyik lépés sem gyönyörű, hanem mindent elront, aki előre van, és elvéti a párválasztást. Elrontja. Mind, ahogy a nagykönyvben meg van írva, se számomra azt lehet, hogy ezt az Isten rendelte, hogy kitalálta a férfit és a nőt egymásnak. Miért nem szép az úr? Miért nem úgy lépésről lépése? Annál gyönyörűbb nincs. A többi hazugsága sátántól van. El is szenvedik sokan. Tehát, hogy az élet minden területén az isteni hazalomnak alárendelve, mint a keresztet hordozó. És a helyén belül, a kereszt súlya alatt, megtanulva, mint Krisztus, hogy mit is jelent szeretni, a szenvedélyben engedelmességet tanulni. Krisztus ebben a mintakép, az életszentség példája előbb